Szia! Áron vagyok, üdvözöllek! Most Srimataji Nirmala Devi a Metamodern Korszak című könyvéből szeretnék idézni, és mégpedig a Béke című fejezetből. Az elme, amely egy mítosz, teremtette az egót és a kondicionáltságokat. Mivel elménkkel hozzuk létre a kondicionáltságokat, a későbbiekben ezek irányítják elménket. Ugyanígy a kondicionáltság és az ego ellenőrzésük alatt tartják az elmét. Az ego nagyon veszélyes kór. Amikor az ego felfújódik, az ember úgy érzi, hogy a világ tetején áll, valósággal lebeg ezzel a felfújódott egóval, és sohasem érzi e valótlan létezés kínjait. Ez az ego nagyon boldog, ha megsérthet másokat, és ha olyan dolgokat mondhat, ami másokat teljességgel boldogtalanná tesz. Olyan dolgok megtételére késztet minket, amelyek felettébb embertelenek. Amíg az emberek nem néznek önmagukba, addig nem képesek felismerni az ego hitvány karakterét. Ha valaki hirtelen meggazdagodik, az egója még inkább felfújódik. Bármilyen eredmény vagy elismerés képes felfújni ezt a balont. Az ego hatása alatt álló buta viselkedésük az emberi bölcsességtől távol áll. Nagyon világos, hogy amikor megpróbálunk ellenállni valamilyen nyilvánvalóan abszurd dolognak, ez az ego ügy elkezd támadásba lendülni. Az ego nagyon értelmesen, racionálisan megmagyaráz minden téves azonosulást. Megakadályozza az embereket abban, hogy megértsék, hogy valami helytelen és teljességgel eltér a szokásostól. Az ilyen emberek azt is állíthatják, hogy azért fogadnak el bizonyos viselkedésmódot vagy magatartást, mert az új. Az ego minden másnál gyorsabban akar mozogni, hogy lépést tudjon tartani vele, a modern irodalom és a művészet egész irányzata felgyorsul. Minél nagyobb a sebesség, annál nagyobb a népszerűség. Annak az irodalomnak, amely vonzerővel akar rendelkezni, rendkívül sebesnek kell lennie. A filmek is nagyon gyorsan váltakozó témákról készülnek, olyannyira, hogy az ember elveszíti a fonalat a sebesség miatt. Legtöbbjük végletlenszerű is, mivel az alkotók össze vannak zavarodva. A sebesség nem engedi, hogy a téma mélyen, lényében érintse meg a nézőt. Nem érinti az érzelmeket, és nem érinti azt a területet sem, amely békességet hoz, vagy amely tiszta örömet terem. Sok olyan emberrel találkoztam, akik képtelenek elfogadni az igazságot az egójuk miatt. Egyszer egy nagyon nyers és arrogáns televíziós riporter jött hozzám, hogy interjút készítsen velem. Természetesen a legtöbben így vannak nevelve, így nem szabad kritikával illetni az ostobaságukat. Ez az illető igazán különleges volt. Megkérdezte tőlem, mit csinálok Londonban vagy Angliában. Azt mondta, hogy a saját szegényeimet, Indiát kellene segítenem. Azt mondtam neki. Nem a saját választásom révén vagyok itt, mivel a férjemet megválasztották az ENSZ tisztségre, és az ENSZ székhelye Londonban van, vele kell lennem. De minden évben Indiában töltök legalább egy fél évet. Nagyon szerényen megkérdeztem tőle. Vajon ki a felelős az indiai szegénységért? Ha egy országnak 300 évig olyan vendégei vannak, akiknek nincs vízumuk vagy bevándorlási engedélyük, hogyan várhatja, hogy ez az ország gazdag legyen? Ez alatt minden gazdagságot kiméletlenül kiszibolyoztak Indiából bármilyen ellenszolgáltatás nélkül, hogy egy jóléti államként ismeretes országot hozzanak létre, ahol a lusta emberek egész életükben munkanélküli segélyen élnek. Ez az erőszak nem csak pénzért, nőkért vagy földért folyik, hanem magának az erőszaknak a kedvéért is, mert az emberek manapság erőszakosak akarnak lenni.
Ha valaki nem erőszakos, arról azt gondolják, hogy gyenge, ezért ki kell gúnyolni és ki kell nevetni. Másrészt vannak olyan emberek, akik értelmiségiek, és nincs elképzelésük a valóságról. Megpróbálnak valamiféle fórumot létrehozni, hogy politikailag jelen legyenek, vagy megpróbálnak valamilyen politikai pártot támogatni. Volt egy nagyon rossz csoport Maharashtrában. Úgy hívják magukat az emberek, akik leveszik a vakit bilincseit. De ők maguk nincsenek a valóság tudatában. Nincs spirituális tekintélyük, mint szenteknek. Néhány ember összejött, és önjelölt csoporttá alakult, hogy kigyógyítson másokat a vakitből. Azok, akik maguk is vakok, és vakon hisznek saját elképzeléseikben, nem képesek mások vakitét megszüntetni. Csak egy igazi szent képes ezt a feladatot elvégezni. Indiában nagyon sok szent beszélt a vakit és a hamis guruk ellen. Én magam 1972-től kezdődően nyíltan figyelmeztettem az embereket a vakit, a hamis guruk és kultuszaik veszélyeire. Az emberek figyelmeztettek, hogy nagyon szókimondó vagyok, és óvatosnak kellene lennem, mert ezek az ördögi személyek megpróbálhatnak megölni. Senki sem próbált megölni, és én sem hagytam fel azzal, hogy elmondjam, hogy egy ember nem vásárolhat magának gurut vagy mestert. Ez nem csak állítás, hanem igazság. És boldogan mondhatom azt, hogy akik a Szahadzsa jogába jöttek, teljesen erőszakmentessé, teljes mértékben szerető és együttérző emberekké váltak, és Isten kegyelméből senki sem mer hozzájuk nyúlni. Még ha meg is próbálják, a Szahadzsa jogi képesek legyőzni minden nehézséget, amelyeket ezek a negatív erők okoznak. Figyelemre méltó, hogy attól a naptól kezdve, hogy a hetedik központ megnyílt az agyban, a dolgok oly módon működnek, hogy a mozgalom a békéért csendben, belül az emberek lényében folyik, a szívükön keresztül. Csak a lélek fényében látjuk és érezzük a központi idegrendszerünkön keresztül, hogy egyetlen ősi atyának és anyának a részei vagyunk. A test sejtjei kollektíven működnek. Ha a test egy része megsérül, az egész test gondjaiba veszi. Maga az egész test koordináltan és rendkívül összehangoltan működik. Nem szükséges, hogy a téma tudományos megvilágításába belemenjünk. Mindazonáltal nyilvánvaló, hogy a test minden egyes része összeköttetésben áll a központi idegrendszeren keresztül a test többi részeivel. A testben lejátszódó reflexműködésekhez hasonló dolgok történnek meg spontán módon azokkal az emberekkel, akik együtt vannak a Szahadzsa jogában. A lélek fényében az ember teljesen integráltá, valamint rendkívül tudatossá és bölcsé válik. A legnagyobb eredmény az, ha örömtelivé válunk, és ahelyett, hogy hibát találnánk másokban, elég érzékenyé válunk arra, hogy élvezzük a másik személyiségét. Az egyetlen mód, amivel békét hozhatunk erre a földre, nem a beszéd vagy a szervezés, hanem az emberek átalakítása, mely által elérik a negyedik dimenzió új tudatosságát, ahol a lélekké válnak. De mit tegyünk az erőszakos emberekkel? Hogyan védjük meg magunkat tőlük? Ez az a kérdés, amit mindig feltesznek nekem. A válasz az, hogy mi már a mindenható Isten birodalmában vagyunk. Nem lehetséges a magot csiráztatásra kényszeríteni. Amíg nem helyezed a magot az anyaföldbe, és nem öntözöd meg a szeretet vizével, addig nem fog kicsirázni. Ugyanígy nem lehetséges, hogy zavartak, izgatottak, aggodalmasak vagy feszültek legyünk, ha a lélek fényében állunk. Valamennyi, az igazságot kereső ember álma könnyen beteljesedik, ha tiszta a vágy arra, hogy a valóságot érje el, és ne a hamisságot. Példának okáért a boszniai háború nem más, mint a horvátok, muszlimok és szerbek hamis azonosulása. A keresztény és az iszlám vallást követik. A horvátok katolikusok, de vajon Krisztus követik? És mi a helyzet a muszlimokkal, akik a forma nélküli Istenben hisznek,
és ennek ellenére területekért harcolnak? Valójában Mohamed sohasem beszélt egy kizárólagos vallásról. Egy sorban említette Ábrahámot, Mózest és Krisztust, és negyedikként önmagát. Krisztus is beszélt Ábrahámról és Mózesről. Vajon miért harcolnak egymással azok az emberek, akik Mózest, Krisztust vagy Mohamedet követik? Ugyanazok a gyökereik. Legalább ennek a három vallásnak kellene olyan embereket teremtenie, akik megértik vallásaik egységét. Természetesen a hindu vallás sem kivétel. Elfogadja az összes vallást, de még az olyan hinduk is, akik kormányzati pozícióban vannak, különböző törvényeket hoztak létre a különböző vallások számára. A demokráciában kihasználják a kisebbségeket, hogy szavazatokat szerezzenek. Az emberi elmét szüntelenül gondolatok bombázzák. Ez építi fel az egót, ami ezáltal reagál. A kondicionált emberek félnek. Ezek a gondolatok a múltból vagy a jövőből származnak, de a valóság a jelenben található, ahol elérjük a békét. Az elme teremti az összes problémát, mind az egyén, mind pedig a közösség számára. Az embernek túl kell jutnia az elmén, a gondolat nélküli tudatosságba, ahol béke van. A békés harcosoknak ez az új faja már létrejött. Az egyetlen dolog, amit remélek, hogy ez oly mértékben el fog terjedni, hogy sok ember válik békésé, és áraszt magából békét személyiségén és szent munkáján keresztül. És néhány pillanatig akár hunyjuk be a szemünket. Figyelmünket helyezzük a szívünkbe. És alázatosan, befogadóan kezdjük el szívünket, figyelmünket jobban kiterjeszteni. Hagyjunk fel minden gondolkodással. Bocsássunk meg mindennek. Csak hagyjuk, hogy a belső béke, a szeretet és a vibrációk vonjanak be minket.
Lassan kinyithatjuk a szemeinket. Csak tudatosítsuk, mit érzünk az új begyeinkben, a tenyerünkben. Majd érintsük össze a két tenyerünk. See ya.